Mintegy száz hektáron terül el Csenger két ipari parkja. A régiben utat építettek a közelmúltban, az újat pedig ugyan még nem adták át, de a közművesítését már ennek is megoldották. A park építésének első ütemét 650 millió forinttal segítette a kormány, a második ütem pedig 700 millió forintos Európai Uniós forrás segítségével valósulhat meg, mondta el a 35 percnek a település vezetője meg fogunk valósítani egy úgymond inkubátorházat, egy új épületet, fogunk felhúzni az ipari parkban. Készülni szeretnénk a Debreceni BMW-hez egy olyan bedolgozó üzemmegyárral, amely Csengerben is meg tudna valósulni, és nem titok ez, hiszen, hiszen muszáj abba az irányba elmozdulni, amely, amelyben a bedolgozó iparban is, és a kis vállalkozókat is meg tudnánk egybe szólítani az ipari parkon belül, akár helyi vállalkozókat, akár odatelepülő vállalkozókat, is, De uh, muszáj nekik is lehetőségit adjunk, akár épületekkel, akár üres telekkel, de teljesen közművesítve. Egy vállalkozás már vásárolt benne területet, emellett egy bútorgyárral is tárgyalnak. A további fejlesztések között említette a polgármester a bölcsöde újabb két csoportszobával történő bővítését. Ez a beruházás szavai szerint azért fontos, mert a városba tervezett és 250 új munkahelyet teremtő börtön hozzájárulhat a lakosság növekedéséhez az ideköltözők gyermekeinek pedig helyet kell biztosítani a nevelési oktatási intézményekben. A beruházások a pár éve épült tűzoltó laktanyát is érintették. A közelmúltban új járművet szereztek be, amely hamarosan munkába áll és terepen is bevethető lesz. Mindeközben a mentőállomást is bővítik. Egy eset, vagy más néven rohamkocsi érkezésére kaptak ígéretet. Nagyon fontos azért, mert Máté-Szalke, az gyarmat az ahol vannak ilyen esetkocsik messze vagyunk. Egyrészt ugye a kacskaring is uton lehet eljutni, és több falunk keresztül, falvakon keresztül, és úgy gondoltuk, hogy az a térség is megérdemel egy ilyen esetkocsit, és kértük a lehetőséget arra. Már tárgyaltunk a. A mentőtisztekkel is mi abban segítjük a mentőknek a munkáját, hogy felújítjuk magát a mentőállomást, és azon mentőtiszteknek, akik csengérbe költöznek, ingyen adjuk a lakhatást, csak a rezsit kell nekik kifizetni. A határmenti városban jelenleg is zajlik a tehetséges csengeri fiataloknak is bemutatkozási lehetőséget biztosító Csak-fesztivál. A következő hetekben pedig a Szent István napi rendezvények mellett almanapot is tartanak szeptember elején.